Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Itthon vagyunk, ahogy látjátok. A múltkor ígértem nektek, hogy mostantól minden nap ugye lesz videó. De azt hiszem, hogy ezt a mindennapos videót egy kicsit arrébb tesszük egy pár hétre, ugyanis képzeld el, ez a mai videó, ez ma van ez a mai videó, tehát mikor ti felkeltek, vagy elmentetek iskolába, vagy dolgozni, vagy ma van, tehát ez hétfő van mi nálunk is, csak ugye előrébb vagyunk az időben, de mi most már lassan megyünk vacsorázni, aztán aludni, ti nektek még csak körülbelül olyan, nem tudom, dél van talán, vagy lehet, hogy már délután, mire ez a videó feltöltődik, ugyanis azért a munkából el kellett itthonról menni, nem tudtam videózni, tegnap megint nem tudtam videózni, és még mindig annyira el vagyok maradva, képzeld el, az iskolai tanulmányaimmal, hogy lassan itt van, ugye van egy határidő is, addig a határidőig meg kell csinálni, mert hogyha nem, akkor nem tudom mi van, akkor lehet, hogy megbukok. Nem tudom. Úgyhogy először az összes ilyen tanulmányaimat ugye be kell fejeznem, és utána több időm lesz a videózásra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy valószínűleg attól fogjuk elkezdeni ezt a mindennapos videózást. Mit? Ja, mindjárt játszunk, mindjárt. Akkor fogjuk elkezdeni, ugye... Opács, kapcsolom a villanyt. Felkapcsoltam a villanyt. Akkor fogjuk elkezdeni, ugye, és ha befejeztem mindent, és lesz több időm a videókra. Ugyanis, ahogy szoktam mondani, unalmas videókat nem akarok feltölteni. Pedig rettentő sok ötletem, ugye, hogy mit akarok majd filmezni. Van egy ilyen könyvem, ugye egyszerűen mutattam nektek, ott van bent. És tele van ötlettel, annyi ötlet van benne, csak időm nincs rá. Ugye munka mellett, tanulás mellett, minden mellett nehéz ezeket a videókat lefilmezni, ugyanis a legtöbb videóhoz el kell mennünk több helyre. Na ugye, majd meglátjátok. De ma nem más fogunk csinálni, mint fogunk sorsolni, ugyanis pontosan egy héttel ezelőtt kértem tőletek, nyomjatok egy nem szeretést, egy diszlákot ugye arra a videóra, és minél többet el szeretnék kérni, ugye el szeretném ma erre... Na, meg szeretném dönteni a rekordot, azt mondja, a rekord nem sikerült, és mondtátok, hogy mennyi a rekord, mit? Na, megyek, várjál, ugyanis több ezer nem szeretés volt valamelyik videón, és ahogy néztem, mi azt nem értünk rá, azt hiszem több mint 10 000 felett volt a dislike azon az egyik videón, mi nem értünk el annyit, majd mindjárt megnézzük, hogy mennyit. Aztán ezen kívül egy kérést szeretnék teljesíteni, nem is egyet, rettentő sokat, ugyanis nagyon-nagyon sokan kéritek tőlem, hogy mikor lesz a Davisszel a videó, beszélgessék el egyet ugye vele a videón, mert meg fogok vele próbálkozni ebben a mai videóban, hogy mennyire fogunk tudni vele elbeszélgetni, azt nem tudom, ugyanis a Davis ugye csak rendesen, nem rendesen, még angolul beszél ugye, meg angolul ért, egy pár szót ért magyarul is, de nem sokat, meg egy pár szót tud magyarul, de nem túl sokat. Na minden, úgyhogy mit csináljunk először? Sorsoljunk, ugyanis képeslapot fogunk kisorsolni, 3 darabot, ugye ahogy ígértem nektek, hogyha valamit kommentáltatok egy héttel ezelőtt arra a nem szeretős videós rekord videóra, abból fogunk 3 embert kisorsolni, és mit? Várjál, megnézzük a Davist. Mi történt? Na, beütötted a lábadat? Na gyere ide! Na, megcsókoltuk a lábát, ugyanis hogyha megcsókoljuk a lábát, vagy ahol éppen beveri, akkor azt hiszi, hogy jobb lesz. Amúgy az iPad-en játszik. Amúgy van hozzátok egy kérdésem. És nagyon sokszor kapok kommenteket, hogy nem tesz szót a gyerekeknek, hogyha sokat játszanak ugye az iPad-en, vagy az Xbox-on, vagy akárhol. És a kérdésem hozzátok az, hogy ti... Mit? Hát várjál, az tölt még. Kérdésem hozzátok az, hogy ti hány évesen kezdtetek el játszani akárhol, mármint ilyen videójátékot, Xboxot, Playstation-t, Sega-t, Nintendo-t, iPad-et, akármilyet, és mennyit, tehát mennyit szoktatok játszani, a szüleitek mennyit szoktak megengedni. 1 órát, 2-t, egész napot, nem érdekli őket, ugye. A Davis és a Lukas ugye játszhat, de nem egész nap. Tehát itt-ott egy kicsit játszik, meg egy kicsit játszik ugye mást is. Mit mondasz? Amúgy hiszed vagy nem, de mikor a Lukas elkezdett ugye játszani, abban az időben volt, a Lukas az olyan 2 éves, ugyanúgy, mint a Davis körülbelül. Akkor kezdte ugye nyomogatni, meg értette, hogy működnek ezek a játékok. És mikor elment iskolába, komolyan mondom, a számítógépes órán minden gyereknek ugye ő segített, rendesen tudott gépelni a billentyűzetem, tehát nem úgy, mint egy gyors író, mert ugye az ő nem tudott, de rendesen, gyorsan tudott írni, És nem az, hogy mindenhez értett, de rettentő sok mindent ugye értett a számítógépen, és hogy mondtam, ő segített mindenkinek. Úgyhogy szerintem ez nem olyan túl rossz ötlet, ugye, hogyha ennyi idősen elkezdenek játszani, vagy hozzászokni a számítógéphez, ugyanis a jövő ugye az a számítógép, meg az iPad, meg hasonló ugye dolgok, és megint mutatok körbe-körbe. Persze azért nem szabad túlzásba vinni, tehát nem az van, hogy a Lukas hazajön, leül a számítógép elé, és fel se kell egészen még ellenben ugye aludni, mert ugye az se jó, ugye biztos, hogy nem tesz jót a fejednek, de tudom, hogy sokan vagy egy páran ugye eltiltják, vagy eltiltják a gyerekeket, tehát csak mondjuk játszhatnak hétvégén egy órát, vagy kettőt, tehát nem tudom, hallottam én ilyenről, lehet, hogy nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, a gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg. Nem dolgozik, azt mondja, hogy nem dolgozik, not working, de hogy nem dolgozik, nézd, loading, see? Látod? Hát, ja, szír, nem dolgozik. Ha kinyomjuk, akkor na, nem dolgozik. De látod, hogy dolgozik? Na, beszélgessünk el, kérdezek... Nem. Kérdezek tőled egy pár kérdést, jó? Hogy hívnak? Hm? What's your name? Na! Opa! Ask you a few questions, okay? So, Davis, look in a camera and say, no. Mondjuk azt, hogy hello. Hello. Say hello. Mondjad. Hello mindenki. Daddy. Mit mondasz? Ja, de most rendesen beszélünk. Mondd azt, hogy száj. Hello mindenki. Hello mindenki. Mindenki. Nem kell szégyellősnek lenni. Don't be shy. Na, mit kérdezünk? How old are you? Hány éves vagy? Ha? Mit csinál? Nézd milyen! Oh. Nem tudom, hogy miért szégyellős lett most így itt a kamerán. Még aztán tudnám ő is beszélni. Mit? Integetünk? Mondjuk, szia! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hm? Száj, mit csinálsz? Daddy, what are you first? Right. Száj, mit csinálsz? For press. Nem, azt mondja, meg akar nyomni a kamerát. Nem akar a press. No. Tá, bohóc macsin. Most rohanunk körbe-körbe. Egyenes, görbe-görbe. Nem, körbe-körbe, vagy görbe-görbe. Látod, ahogy mondtam, a Davis-szel így nagyon még nem lehet elbeszélgetni, de el tudunk vele játszani. Na, elborult mind a tök. Oh! Szerintem még kell egy pár hónap, mire úgy nagyjából le tud ülni, ugye most már kettő és fél éves. Hova rohanunk? Júliusban lesz ugye 3. Akkor azért már szerintem csak le lehet vele ülni, és el lehet beszélgetni. Mi? Mit? Ja, mert hova? Forgunk. Haj te! Na mindegy! Úgyhogy én azt mondom, hogy menjünk sorsolni. 3 embert fogok kisorsolni, és küldünk nekik, vagy nektek, vagy szerencsés nyertesnek majd képeslapot. Mit? Mit mondasz? Forgunk. Megyünk sorsolni? Hm? Megyünk? Vagy rohangálunk? Puff! Hogy rohangálunk körbe-körbe. Na ugye a Lukas bent van ott a szobában, úgyis házi feladatot csinál. Ma van az első nap. A házi feladatot ma kapott, ugyanis múlt héten ugye kezdte az iskolát. Ez a második hét. Mit? És eddig nem volt házi feladat. Te! Na, játszunk egy kicsit, aztán megyünk sorsolni. Mit szólsz hozzá? Tehát, itt vagyok, úgyhogy most sorsolni fogunk, és megnéztem, egy hét alatt egész pontosan 3628 dislike-ot, nem szeretést értünk el a videón, ami szerintem nem olyan rossz, én szerintem, bár rekordot nem döntöttünk, azt mondtátok, de legalább megpróbálkoztunk vele, úgyhogy szerintem mindenkinek meg szeretném köszönni, már nem szerintem, hanem mindenkinek meg szeretném köszönni a sok dislike-ot, szerintem vicces volt, az életben nem kaptam még ennyit egy videóra, úgyhogy, na minden, sorsolunk, betöltöttem ezt a... Mi történt, Nyuszi? Beverte a lábát, amúgy jól van. Betöltöttem a kommenteket, és most rákattintunk. Tehát, itt van az, ez nem tudom milyen weboldal, de ilyen automatán látod kiválasztja, de beraktam a videót, van 741 komment azt mondja, és rákattintunk, és egy valakit kisorsolunk. Tehát, ja, mennek a kommentek, vagy a nevek, hogy mik mennek. És a nyertes nem más, mint István Berki. Szép napot! Köszönöm szépen, neked is szép napot. Tehát bármit lehetett kommentálni, nem voltak rossz válaszok, vagy nem rossz válaszok. Egy képeslapot fog neked küldeni, arra kérlek meg, hogy YouTube üzenetbe küldjed el a címedet, és valószínű, hogy a héten, vagy legkésőbb jövő héten fel fogom adni a képeslapot. Úgyhogy megyünk tovább. Videót újra betöltöttem, úgyhogy a következő nyertes nem más, mint... Figyeled, mindjárt. Kornél Olovecki. Remélem, hogy jól mondtam a neved, de B. Na mindegy. Ahogy mondtam, bármit lehetett kommentálni. Ebből nem tudok én semmit kiolvasni. De még egyszer, neked is, meg az előzőnek is gratulálni szeretnék, mindenkinek gratulálni szeretnék, majd a nyerteseknek. Tehát az utolsó, várjál, újra be kell töltenem ezt az egészet. Újra betöltődött, tehát rákattintunk a start gombra. Jönnek a nevek, meg a kommentek. És a szerencsés nyertes, nem más, mint Barta Pova. Még senki sem csinált így videót, új dolgot találtál fel. Hogy újat vagy nem, azt nem tudom, ugyanis lehet, hogy szerintem biztos, hogy csináltak már ilyen videót, de örülök, hogy tetszett az ötlet, neked is gratulálni szeretnék, tehát az összes nyertesnek meg szeretnék titeket kérni, a YouTube üzeneten keresztül küldjétek el a címeteket, hogy hova küldhetem a képeslapot, és a héten vagy legkésőbb jövő héten fel fogom adni. Még egyszer minden hármatoknak szeretnék gratulálni. Aki nem nyert, nem kell elkeserni, ugyanis lesz még nyereményjáték. Kérdeztétek, hogy az iPhone-t mikor fogom kisorsolni? Az iPhone-t nem tudom, mikor fogom kisorsolni, ugyanis hamarosan lehet, hogy kell vennem, de amint veszek, valószínűleg ki fogjuk sorsolni, én azt hiszem. Hogy addig még mindig működni fog, ugyanis képzeld el, most már egy pár applikáció sem működik a telefonomon, hogy miért nem tudom, próbáltam újraindítani, próbáltam már mindent vele csinálni. Én azt hiszem, hogy nem tudom, remélem nem csak ajtótámasz lesz belőle, és tényleg ki fogom tudni sorsolni, és valaki tudja majd használni, majd meglátjuk. Bár ha bedöglik, és ajtótámasz lesz belőle, na mindegy, ma meglátjuk, remélem, hogy nem. Hát, ahogy mondtam nektek, folyamatos videót, mindennapos videót, valószínű, hogy egy pár héten belül, amint befejeztem ezeket a tanulmányokat, és mindent így elfelejthetünk, mármint ezt a vizsga dolgot, utána lesz rendesen videó, ahogy ígértem nektek, úgyhogy mára ennyit, megpróbálom ezt feltölteni, remélem, hogy még ma fel fog menni a YouTube-ra, ugyanis a feltöltésem, hogy tudjátok, egy kicsit lassú, de megpróbálkozok vele, úgyhogy mára ennyit. Szombaton és vasárnap rendszeresen megint lesz videó, tehát heti 2 videó szeretnék ugyanúgy megosztani, tehát 2 videóra azért van időm, tehát hétközben azért mindig van annyi időm, hogy itt-ott tudok filmezni, ha más nem, akkor ugye hétvégén, és még aznap feltölteni lesz élő adás is, tehát az a 2 megmarad, de hétközben valószínű, hogy addig ugye nem lesznek. Tehát mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!